20 évvel ezelőtt kezdtem el az önismereti munkát magamon, és azóta sokkal többet kaptam, mint reméltem. Önsegítő könyveket olvastam, kipróbáltam a kineziológiát, családállítás és pszichodráma, éveken keresztül jártam egyéni és csoportos terápiákba, és hát ezzel ugye az elmémnek a szenvedését próbáltam csökkenteni, illetve az érzelmi traumákat feldolgozni. Annyira megtetszett, hogy akkoriban még terapeutaként szerettem volna segíteni az embereknek, és ahhoz, hogy a legjobb módszert megtaláljam, elkezdtem keresni. És ez a keresés vezetett el fokozatosan az összetettebb elveknek a megértéséhez. Idővel egyértelművé vált, hogy ezek a módszerek, ezek állomások az önismereti úton. Mert lehet, hogy valamelyest segítenek átformálni a gondolkodásmódunkat, meg segítenek bizonyos családi sebeket megoldani, de a problémának a gyökerét, a karmát, azt hurcolni fogjuk magunkkal életről életre. Úgyhogy, ha azt szeretnénk, hogy ezek az akadályok valóban is végleg megszűnjenek, akkor mélyebbre kell lásnunk. És 6 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni az örök lelki identitásunkkal, azokkal a törvényszerűségekkel, amik a mi életünket befolyásolják, és végső soron azzal, aki mindezt irányítja. És akkor megértettem, hogy mi alkottunk magunkról egy hamis énképet. Mert azt, amit sokszor hallunk, azt előbb-utóbb el fogjuk hinni. És ezért mi elhisszük azt, hogy mi ez a test vagyunk. De valójában mi örök és elpusztíthatatlan lelkek vagyunk ebben a testben. A testi-lelki harmónia az két részből áll. A testről van tudásunk, és tudjuk, hogy vannak igényei, és hogyha ezek nem teljesülnek, akkor lehet, hogy megbetegszik. De ugyanígy a léleknek is vannak szükségletei. És hogyha azokat nem elégítjük ki, akkor állandóan hiányérzetünk lesz, amit aztán majd anyagi megoldásokkal próbálunk orvosolni, de mivel ez nem működik, ezért nem leszünk boldogok. Nekünk a legnagyobb bajunk az, hogy itt vagyunk az anyagi világban. És egy lélek az anyagban örökké stresszes és frusztrált lesz. Hasonlóan ahhoz, hogyha egy halat kiveszel a vízből, akkor te öltöztetheted szép ruhákba, meg elhalmozhatod luxus termékekkel, viheted moziba, meg étterembe, de folyamatosan elégedetlen lesz, mert ő akkor lesz igazából boldog, hogyha visszakerül az eredeti közegébe. És ugyanígy egy lélek, aki a lelki világból származik, itt az anyagban úgy, hogy az életéből teljesen kizárja Istent, folyamatosan szenvedni fog. Ennek az életnek a célja az önismeret. Az, hogy mi megtudjuk, hogy kik vagyunk valójában. És ehhez nekünk képeznünk kell magunkat a lelki témákban. És erre ma már sok lehetőségünk van. Igazából lehetünk olyan embereknek a társaságában, akiknek már sikerült megvalósítani, elérni azt, amit mi szeretnénk, vagy olvashatunk lelki témájú könyveket, mint például a Bhagavad Gita, de tanulhatunk szisztematikusan is a lélekről, itt például Budapesten a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán, mind a jogamester szakos, mind a teológia szakos hallgatók 3 éven keresztül tanulmányozzák a léleknek a tudományát. Meggyőződtem arról is, hogyha szeretnénk ezektől a finom fizikai terhektől megszabadulni, vagy rossz szokásoktól, vagy zavaró viselkedés mintáktól, akkor nekünk az elménket a barátunkká kell tenni. És ennek a legjobb módszere a mantra meditáció. És ha engem kérdezel, akkor persze én a Hare Krishna Maha mantrát javaslom, mert ezt bárki bármikor kipróbálhatja. És ezek a lelki gyakorlatok, ezek sokkal többet adnak, mint amire mi számítunk. Tehát azon túl, hogy meg tudunk szabadulni bizonyos érzelmi traumáktól, azon túl fejlődik a jellemünk, és teljes rálátást kapunk a világot működtető törvényszerűségekről, és persze a problémának a gyökerét, a karmát is feloldja és orvosolja, de ezen túl a mi szívünkben ott szúnyadó Isten szeretetet is felébreszti. Míg korábban teherként éltem meg, hogy voltak jelentős krízisek az életemben, addig ma már úgy látom, hogy ha az élet nehézségek elé állít, akkor ez egy lehetőség a változásra, a fejlődésre, hogy tegyünk magunkért valamit. És közben lehet, hogy olyan mély kérdésekre fogunk választ kapni, amire nem is számítottunk az út elején. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne habozz, hogy kezd el még ma, mert ez az igazi öngondoskodás.